János rámutat Jézusra, és azt mondja, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. És minden szentmisén is ezt újra és újra kivilágosítjuk. Íme Jézus az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ez nagyon erős, hogy Jézus a világnak, az egész világnak minden bűnét magára tudja venni. Illetve az én minden bűnömet magára tudja venni. Minden bűnömet, amelyik volt a múltba, illetve még azt a bűnt is, amit most elkövethetek, vagy a jövőben elkövettek én, vagy más ember, Jézus az összes bűnt, a világ bűneit magára tudja venni. Azt mondja János az első levelében, hogy Jézus azért jött el, hogy elvegye bűneinket. Hogyan veszi el Jézus a bűneinket? Illetve miért jött Jézus pont azért, hogy elvegye a bűneinket? A bűn ez az, ami megszakítja az ember és az Istennel való kapcsolatot. A bűn. Például vegyük a gőgöt. Ugye? Hogy nem kell nekem Isten, én magamnak vagyok, maga az Isten. Azt csinálok, amit akarok. Vagy akár melyik bűnt, amiket vesszük, az elítélés bűne. Hogy valakit elítélek. Vagy a nem bízok az Istenbe, félek. Ez is egy hitetlenségnek a bűne. Minden bűn bezárja a szívünket az Istenre. Minden bűn bezárja a szívünket az Istenre. Vannak kicsi bűnek, amelyek nem egészen zárják be a szívünket, de vannak olyan bűnök, amelyek megszakítják az Istennel való kapcsolatot, sőt, a sötétnek, az ördögnek az oldalára visz minket, illetve egy rabságba, amikor a gonosznak az oldalára kerül az ember, kerülök én. És nem tudok onnan kimenni másképp, mint Jézus által. Nem tudok onnan kimenni másképp, mint Jézus által. Jézus az, akihez fordulok. Jézus az, aki megadta a világosságot, hogy mi is a bűn. Jézus az igazság. Ő által kapom meg a világosságot, hogy igenis ez bűn. A Szentlélek ajándéka, én emlékszek, amikor először elolvastam Jézusnak a tanítását, amikor 19 éves voltam, akkor kezdtem elolvasni a Jézusnak az evangéliumát, akkor ismertem fel arra, hogy mi is az én bűnöm. Akkor készültem fel a gyónásra, és a gyónás által, amikor eljöttem Jézushoz, ő megszabadított engemet a bűneimtől. Illetve úgy veszi el Jézus a bűneinket, hogy először is megmutassa nekünk, hogy mi is a bűn az igazság által, és hív minket arra, hogy ismerjük be, jöjjünk hozzá a bűneinkkel, gyertek hozzá mindnyájan. Ő mondja, hogy neki van hatalma magára venni a bűneinket, illetve megbocsátani és szabaddá tenni minket. Nincs olyan bűn, amelyeket Jézus nem tudja magára venni. Csak olyan bűnt nem tud magára venni, hogyha az ember nem akarja megbánni a bűneit. A bűn a Szentlélek ellen. Ha az embernek be van zárva a szíve, nem hallja az ihletet, a Szentléleknek a művét, nem akarja felismerni az irgalmasságát, nem akar Jézushoz jönni és odaadni a bűneit. Illetve beismerem, felismerem, hogy valami rosszat tettem, ami elszakított az Istentől, és aztán Jézushoz jövök, bevallom a bűnömet. Jézus előtt, megbánom a bűnömet. És ő szabaddá tesz engemet, megszabadít a bűnnek a hatalmától,
hogy újra egyesüljek az Istennel. És ezt csak Jézus tudja megtenni, hogy újra egyesüljek az Atyával. Kérjük a Szent Lelket, hogy segítsen nekünk abban, hogy meghalljuk az ő ihletét, amikor bűnben vagyunk, hogy felismerjük, és bátran Jézushoz jöjjük, és bűnbánat által átadjuk Jézusnak a bűneinket, és megtapasztaljuk azt a szabadságot, és azt az egységet, amelyhez ő vezet minket.